Boldog új évet! Sokan búcsúztatták az új évet és köszöntötték az új esztendőt a városi szilveszteren. Az Icsiligetnél felállított szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődtek a könnyű zenei koncertek, de már kora este sokan sétáltak a főutcán és készültek az ünneplésre. A bulit Káltai Junior indította, majd DJ Zsiráf, a Discover Band és az UFO is színpadra lépett. A 4 éves kisunokával kijöttünk, és most éppen bandázik, talált magának egy barátnőt, és ez felemelő érzés, úgyhogy bárhol talál barátnőt, akkor már ő jól érzi magát. És ha ő jól érzi magát, akkor mi is jól érezzük magunkat. Az új esztendő 4. órájának 14. percében megszületett az év első babája Székesfehérváron. Keresztes Sárát 3. gyermekként hozta a gólya családjába. A 4260 grammal és 56 centivel született kislány és édesanyja is jól vannak. A polgármester a délelőtti órákban telefonon köszöntötte őket. Cserpalkovics András, mint azt közösségi oldalán írja, minden fehérvári polgár üdvözletét és szeretetét tolmácsolta nekik. Az év első babáját Székesfehérvár idén is egy kötvénnyel és ajándékcsomaggal ajándékozta meg. Imár 10. alkalommal indították szerencsehozó lencsével az új évet a fehérváriak január 1-én. Székesfehérvár önkormányzata, a Magyar Honvédség parancsnoksága és az Alba Pláza közös rendezvényén 1000 adag finomság talált gazdára. A 2013-ban indult kezdeményezés mára már hagyománnyá vált, és egyre többen kapcsolódnak be az évindító közösségi programba, amelyen az étel kínálásában részt vett Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András polgármester, Székesfehérvár alpolgármesterei, valamint a város önkormányzati képviselő is. Az Alba Pláza előtti téren Cserpalkovics András és Varga Tamás köszöntője után Ugrics Tamás pápai káplán mondott asztali áldást és áldotta meg a lencsét. Az aprószemű étel, ez a néphit a pénzt, a gazdagságot társítja, minél többet eszik belőle valaki ezen a napon, annál nagyobb szerencséje lesz ettéren, és bőség jellemzi majd az évet. Együtt lehetünk, összejöhetünk, és hagyományos értelemben is egymásnak boldog, békés új esztendőt kívánhatunk, hiszen tudjuk, hogy a magyar népi hagyományok szerint a lencse szerencsét hoz, egymásnak ilyenkor jó szerencsét kívánunk, most egy nagyon finom lencsével kívánjuk ezt a jó szerencsét minden fehérvárjának, aki eljött. Csodálatos az idő, szinte inkább tavaszi, és nem is véletlen, hogy sokan jöttek el, és úgy látom, hogy örülnek egymásnak, örülnek a beszélgetés lehetőségének, és biztos, hogy jó környezetben, jó társaságban nagyon finomat fognak enni. Békés, boldog új évet, Fehérvár! Már online is válthatnak 280 forintos havi buszbérletet a fehérvári diákok. A diákbérletekre vonatkozó önkormányzati intézkedés alapján az eddigi 2970 forintos ár helyett mindössze 280 forintért válthatnak havi buszbérletet a fehérvári tanulók. Ahogy azt Cserpalkovics András polgármester korábbi közösségi posztjában jelezte, a diákbérlet árának csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy minél több tanuló válassza a közösségi közlekedést a szülőkkel autózás helyett, ezzel is csökkentve a környezetterhelést és a csúcsidőszak torlódásait. A diákbérlet tehát immáron online is megvásárolható, ez okostelefonra, internet kapcsolatra és bankkártyára van szükség. Fontos tudni, hogy ha valaki nem saját részre vásárol jegyet vagy bérletet, a terméket arról a telefonról kell megvásárolni, amelyik az utasnál lesz. Hagyományosan a rendőrök közlekedésrendészeti területen végzett kiemelkedő munkáját ajándékkal jutalmazta a Magyar Autóklub. A szervezet nevében Szabó Bakos György Fejér megyei területi elnök és Cifra Tibor, a székesfehérvári műszaki állomás vezetője adta át az ajándékcsomagokat a járőröknek, valamint helyszínelőknek és balesetvizsgálóknak. Gratulált a balesetek megelőzéséért és a közlekedés biztonságának javításáért végzett lelkiismeretes munkájukhoz. Az elismerést a Székesfehérvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának állományából Vrecenár Zsuzsanna rendőrtörzszászlós és Farkas Barbara rendőrtörzsőrmester, a Fejér megyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának állományából Pintér Csaba, Újber Rihárt és Valicsek György rendőrtörzszászlósok és Kis Gábor Bálint rendőrőrnagy vehette át. Módosulnak a nyitott tornatermek részvételi feltételei. Január 3-ától a város által szervezett díjmentes sportolási lehetőségeken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. Az igazolványt az edzés helyszínén kell bemutatni a személyazonosító, fényképes igazolvánnyal együtt. Emellett zárt térben a foglalkozásnak helyet adó iskola egész területén kötelező maszkot viselnie annak, aki nem sportol.